34% fölé ért az élelmiszerárak átlaginflációja, írja az egyik online gazdasági portál. De van olyan termék is, ami 100 vagy akár 120%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. Stábunk megkérdezte a járókelőket, hogy mi viseli meg legjobban a pénztárcájukat. Minden. Borzasztó. Eljövök 5-6 ezer forint a napi bevásárlás, nem elég. Hozzá kell nyúlni a másnapihoz. Hogy 10 ezer forintért már semmit nem kapunk, és egy ebédre nem elég az élelmiszer. Úgyhogy, ja, jó sok, jó drága, felét nem keressük, mint amennyibe kerül. Egy felmérés szerint a zsemle és a kifli ára 120, míg a félbarna kenyéré 107%-kal emelkedett, és már az egyik legolcsóbb spagetti tészta is 700 forintba kerül. A trapista sajt 92%-kal, a só 69%-kal, a tejtermékek többsége legalább 50%-kal lett drágább. Miszler Zoltán úgy fogalmazott, próbál az ember túlélni. Ezt, amit mindenki tapasztal gyakorlatilag, hogy ha bemegy a boltba, akkor szinte minden nap más és magasabb árat kap. Úgyhogy igazán ez a biztosítékkivel, és amikor ugye hónap végén a borítékot nézi, az meg általában ugyanaz az összeg, és nem 8-10%-kal emelt minden hónapban. Amit egy évvel ezelőtt 15 ezer forintért meg lehetett vásárolni a boltban, az most meghaladja a 20 ezer forintot. A járókelők közül volt olyan ember is, aki elmondta, érzékelik az emelkedést, de nem tudnak mit tenni ellene. Amit meg kell venni, nem lehet mit csinálni, hát ez van sajnos. Ezek az emelkedések számos tényezőnek tudhatók be a szakemberek szerint, elsősorban az energiaárak és a közlekedési árak növekedésének, valamint a szomszédban zajló háború következményének. Hogy mikor tetőzik, vagy visszaszorulnak-e valaha az árak, azt még nem lehet tudni.